nyilvános. Hát ez az attitűd ennek az embernek, miért pont én? Na honnan veszed azt, hogy ez nyilvános? Egész világ ellenem fordult. Menjél már, he? Nem hallod? És azt ugyanazokkal a szavakkal mondja el, mindig más és más szituáció. Rúgjam le a fejed? Nem rúgom a fejed. Tényleg? Hát nem ilyen vagyok ott valamit. Téved is nehessék. Olyan celebes vagy. Be fogja vágni. Nincs itt semmi látnivaló. Nincs itt semmi látnivaló. Ja, ja, ja. Kivéve a csirkefej bemutatója január 9-én. Ja. De ezt meg már elmondtuk az előző részben. Ja. Úgyhogy tessék végignézni a legújabb lábjegyzetet ugyanebben a témában. Csak most más kollégák beszélnek erről. Mi meg megyünk szépen dolgozni, mert nem szórakozni járunk ide. Ja. Na gyerünk! Ja! Ja! Néha annyira abszurd, néha meg annyira tragikus, néha meg rettentő komikus. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ennek igazából mi a műfaja. Műfaj meghatározása, tragikomédia, ugye? Tragédia, egész tragédia, pontosan ezt bocsánat, kell kiírnunk. Tragédia, uh-huh. Igen. De fú, szerintem ez egy nagyon vegyes műfaj. Ez a darab bizonyos társadalmi rétegeket szimbolizál és mutat be. És hát ugye mi a legfiatalabb generációt mutatjuk, és az ugye zsvajos dolgaikat, és a kontrasztokat a két fajta lány, vagy két típusú lány között. Én vagyok a srác, itt a Viktor a haver. És Viktor nem srác? Viktor haver. Ez a nevünk, a srác és haver. Senkinek nincs neve az előadásban. Igen. Igen. Még a Viktornak sincs. Meg a Karcsinak sincs, és csak srác. Lefekszik mindenkivel. Azt hiszi, nem látom. Mindenkivel. Mindig kilóg a csöcse, hogy lássam. Hétköznapi életünkről van szó, ugye? Azokról az emberekről, akik egymás mellett élnek. Most ez nem nyúlketrec szindróma, de egy udvar, közös udvar szindróma. Hasonló problémákkal, mindenki ellen és mindenki mindenkivel, hogyha arról van szó, hogy a másik ellen, meg hasonlók szóval, és figyeljük egymást, és nem akarunk beleszólni a másik életébe, és lépten nyomon beleszólunk a másik életébe, milyen érdekes, emlék tényleg így van. Te abszolút a jellemrajzok, tehát az a karikírozása, de ez is nagyon fontos, hogy ne úgy legyen karikírozva, hogy átmenjen egy olyan fajta karikatúrába, ami már nem hihető. Tehát ennek a kényes egyensúlyát kéne megtalálni szerintem minden figurának. Uh-huh. És ez nagyon élvezhető tud lenni, és nagyon vicces is, olykor nevetséges, és olykor azt mondod, hogy Jézus Mária, hogy Úristen, ez tényleg így van. Tehát, hogy egy rádöbbenés. Én ugye a Forgás Petivel másodszor dolgozok, tehát ismerem őt, tudom őt, értem őt, ez nagyon fontos, rettentő jól irányít, és ez szintén hozzátartozik a létezési módunkhoz. Talán pont azért, mivel állandóan fiatalokkal dolgozik, van benne ez a fiatalos lendület, veszi a poénokat, rengeteg ötlete van, és minden olyan szabad, hogy tudja az ember, hogy változhat még, de nincs benne ilyen feszültség, legalábbis bennem, hogy jaj, hogy ez még változni fog, és akkor jaj, hogy most akkor már kevés idő van, akkor most mi lesz. Nem tudom, ez engem így nem zavar, mert én így bízom benne, és tudom, hogy jó irányba vezet minket. Én remélem bízni magam azért, mert valahol ő is ránk bízza magát. Tehát szerintem nagyon hasznos próbák vannak utánunk, mert tényleg egymásból építkezünk, és a ötleteink kiegészítik egymást, úgyhogy... Igen, ez a bizalom, ez abszolút kölcsönös. Az van, hogy ugye megkapjuk a kereteket, vagy hogy kb. Minek kéne lennie, vagy minek kéne megszületnie, de ezen belül teljesen szabadok vagyunk, és akkor próbálgathatjuk, hogy akkor most, hogy igazabb az tőlünk az a szituáció, amit éppen kipróbálunk. Műhelyi feelingje van az egész próba folyamatnak, és ez nekem nagyon tetszik. Amellett, hogy mi naturban, reálban létezünk, amellett körülöttünk forog a világ, illetve az a tér forog. Szó szerint. Szó szerint, és beszippant minket. A díszlet egy olyan érdekes dolgot hoz be magával, ami rettentesen sokat variálhat még. Megjött az igazi díszlet, ami elég nehéz mozgatni,
lehet, hogy ez még változni fog érni. Én meg ezt úgy gondolom. Szerintem ez nem biztos, hogy úgy lesz, mint ez miért próbáltam. Akkor már egyre jobban őrül meg a történet, akkor ezekkel az ajtókkal még azon túl, hogy ajtók, azon túl még rengeteg mindent ki lehet találni. Nagyon volt az egész, nem tudom, magasabb. Ez is sokkal nagyobb volt. Nagyon nehéz fejbe tenni ezt az anyagot. A Spiro annyira különleges nyelvezettel írta meg, tehát legalább annyi gondolatjel van a szövegkönyvben, mint amennyi szó. Ennek a szövegnek a megtanulása asztal mellett én szerintem nem megy. Bárki bármit mond. Hát a próbára úgy kell érkezni, hogy te, mint automata robot, tudod a szöveget. Tehát én szerintem csak úgy lehet. Megtalálni a többszörösen bővített mondatnak az igazi értelmét, majd köré építeni a gondolatjeles kis felépítményeit a mondatnak, hát ez nem egyszerű. Úgyhogy szerintem ezzel otthon rettetesen sokat kell foglalkozni. A karácsonyfa mellett? A karácsonyfa alatt. Meg a halevés közben. Amikor a monológok jönnek, akkor valamivel jobban tud az ember saját magával evezni, meg minden, és az egyszavas válasz, kérdés-válasz, vagy válaszra válasz, vagy kérdés-kérdés, azokkal vannak a gondok. Szóval ez inkább a szövegben, mert hatalmas ritmusa van. Azt mondta, egy matematikai egyenlet az egész, és abból kihagyni akár egy hangot is, akkor ott bomlik az egész ritmus, és ez főleg a nehézsége, hogy mit ezeket a szavakat gondolatként összekötni, és az tényleg precízen megtanulni. Ezt mondja a Péter, a Forgás Péter, ugye a rendezőnk, hogy ez egy vers. Igen. De ennek a versnek a logikáját szerintem a rendező tudja nyújtani. Tehát a fonalat, a szálat, amivel összefűzöm azt a sok és körbe-körbe ismétlődő frázist, amit például én használok, tehát nem mondom, hogy mások nem, de nagyon sokszor ugyanaz, körbe-körbe én gyakorlatilag minden jelenetemben elmondom. Elvitték, jogtalanul, mindig engem cseszegetnek. Úgy ápoltam, mintha lánya ettem volna. Azt az egyoldalas monológot, ami ugye az vénasszonnyal történő dialógus során ugye a nő egyszer csak elkezd kinyílni és elkezdi elmondani az életét, azt én körülbelül 3 napig tanultam. És nem lehetek ennyire zombi, hogy nem értem, vagy nem tudom megjegyezni. Hát nem lehetek, én nem voltam sose egy rossz szövegtanuló ember. És egyszerűen ma elővettem, és leálltam. Na, úristen, mi van? Hát ezt már megtanultam egyszer, most mi van? Voltak itt már ilyen káromkodós darabok a Jókai Színházban. Annyira nem idegen a nyelvezet, ami miatt szerintem az embereknek fel kéne háborodni. Szerintem semmi okuk nem lesz rá. Én káromkodom, igen? Az mit jön? Vagy hát egy, de az nem káromkodásként mondom, hogy nem káromkodásként mondom. Mondom. Szóval végül is káromkodás. Csak nem. Érted? Nem küldök el senkit sehova. Nem mondod. Mikor mondod? Dehogy, hát... Mert, hát a Lacának a... Ja, tényleg mondod, hogy megszorom. Ezt mondom. Ja, igen. De... Nem, máshol én nem mondok csúnya szót. Nem. Én nem. Én egyáltalán nem. Én külső szemben nézve inkább a különös házasságon háborodnék fel, mint színpadi káromkodás. Igen. Szerintem az is sokkal... Ahol a pap kvázi rámászik a fiatal. Igen. Stb. Hát gondolom, hogy a fiatalabbak talán jobban értékelik majd, és az idősebbek. Lehet, hogy annyira nekik ez nem fog bejönni, bár sose nem tudhatjuk. Magában véve, ahogy nézem, ennek a stilizációja is eléggé, tehát furcsa lesz valahol valamiképpen, és szerintem nagyon sokan nem fogják tudni majd magukat olyan értelemben beleélni a történetbe, de ne így legyen, hogy elfogadják a történetet és a stilizációt egyszerre. Én szerintem nem kell alábecsülni a közönséget, én abszolút örülök, tehát annak rettenetesen tudok örülni, amikor egyszer csak azt kapom vissza, hogy na igen, hogy ez kéne, hogy ebből kéne több. Mint például a hentes segéd? Mint például a hentes segédből, és hogy tényleg azt az emberek, jó, mondjuk ott a téma nagyon, nagyon lényegbe vágó volt szerintem, és nagyon, nagyon erre a felvidéki, szlovák-magyar helyzetre húzható akár. Uh-huh. És ezt szerintem ritkán adunk a közönségnek egy ilyen tematikájú dolgot. Hát szerintem ebben a darabban van egy jó adag önkritika,
És hát aki nem szokott magában nézni is, és nincs tisztában ezekkel a hibáival, amit a darab bemutat, az nem biztos, hogy örülni fog annak, hogy eljön a színházba, és akkor rávilágít nyilván a saját hibáira is. Én csak remélni tudom, hogy van annyira azért az itteni közönség, és hát minden azért tiszteletem mellett, hogy képesek ezt elfogadni. Idősebb generációtól kicsit félek. Mármint nézőktől? Mind nézőktől. De szerintem tehát bizonyos ponton túl talán ez sem lesz probléma. Tehát elfogadják a játékszabályát, talán mennek vele? Örök optimista vagyok.